Szekszárdon az Aliska Brass Band fúvós zenekar műsora fogadta a Béla Király térre érkező ünneplőket, majd Nyírő Roland, az I.S. Gyula Főiskola tanítószakos hallgatója mondott köszöntőt. Mi vagyunk azok az unokák, akik leborulnak és áldóimádság mellett mondják el a forradalom szent neveit. Vagy csak egy ünnepből lett szabadnak miatt gyűltünk itt össze ennyien. Meghallgatni a régi mesét, amit már annyiszor hallottunk, vagy Arany Jánossal megtanulni, nem mese az, gyermek. Az ünnepi műsorért már a DNS Valéria általános iskola tanulói dicsérhetők. Én azt hiszem, hogy mindenki számára más, de mindenki számára nagyon értékes ünnep. Itt Szekszárdon is talán néhány évvel ezelőtt, mikor még éppen a Babics igazgatója voltam, döntöttük el azt, hogy nem központilag rendezzük a március 15-ét, hanem mindig egy másik iskola, mert minden korosztálynak, minden nemzedéknek nyújt valami pluszt március 15-e, de csak akkor, hogyha ez az ő élménye, hogyha ő foglalkozik vele, hogyha olyannak tudja megmutatni, amilyen az ő lelkében vagy a szívében él. Azt hiszem, hogy ma a legfontosabb üzenet az, ami 1848-ban a március ifjak bátorsága volt. Egy akkori európai környezetben kimondani a 12 pontot, a szabadság eszményét, úgy, hogy nem volt biztosan látható, hogy hova torkolik, igen nagy bátorságra val. A megye és a város vezetői a 48-as emlékműnél tisztelegtek a hősök emléke előtt, de itt helyezték el koszorúikat a pártok, az iskolák, a civil szervezetek és a fegyveres erők képviselői is. A szózat után az ünnep egy fontos mozzanata még hátra volt. A szabad sajtónapja alkalmából a polgármester meghívására összegyűltek a szekszárdi média képviselői, hogy egy kötetlen délután töltsenek együtt, így koronázva meg az ünnepet. Pakson nem szemerkélt ugyan az eső, mint a 157 évvel ezelőtti Budapesten, az emelkedett hangulat azonban méltán idézte fel az 1848-as eseményeket. Dr. Potocki Iván, az Országgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke ünnepi beszédében is hangsúlyozta, a március 15-i eszmék örökérvényűek. Azt gondolom, hogy vitathatatlan üzenete március 15-ének a nemzeti összefogás, a különböző érdekű társadalmi csoportok szolidaritására épülő közös vállalás és közös tett. Nagyon örülök, hogy Paks város lakossága ilyen szép számban vett részt az ünnepen. Talán ez egy reménysugár lehet, hogy ezek a nemes gondolatok még az embereket foglalkoztatják, és hogy ezeknek a nemes gondolatoknak van még híve. Az 1848-as eseményeket diákok elevenítették fel a színpadon szóban, dalban, táncban. Utazzunk most vissza a 19. század Pestjére. Macskaköves utcák, ódonházak, konflisok, német szó, és egy maroknyi lelkes fiatal. Sötétült fényes napon virágzott a földre nézve. Gyászva borult mezőkre, frissen hantolt temetőkre. A paksiak koszorúikat is elhelyezték a szabadságharc emlékére. 1848-ban cselekedtek a magyarok, nem tűrtek tovább. Az alkotó hozzáállás napjainkban is nélkülözhetetlen a mindennap életben, de az ország vezetésében is. Alapvető gondolat kell napjainkban legyen, hogy a tettek beszélnek, és a beszélők végre cselekedjenek. Tolnán az ünnepség a Széchenyi Általános Iskolában a tanulók március 15-i zenés-verses műsorával indult. A diákok megidézték a történelmet, az emlékezők a 48-as események helyszínén érezhették magukat. A szabadságról, a békéről,
a testvériségről, a sajtószabadságról, és még nagyon sok mindenről üzen nekünk március 15-e, ami azt hiszem, hogy ma is aktuális, hiszen ha bármelyik elemét nézzük végig, akkor bőven van tennivalónk, és erre a tennivalóra hívja egy kicsit föl a március 15-i ünnepség mindig a figyelmünket. A településen hagyományosan a nemzeti ünnepen adják át a Tolna városért kitüntető díjakat. 2005-ben Révész János és Schmidt József nyugalmazott pedagógusok vehették át az elismerést, valamint posztumusz kitüntették Tímár Ferencné szülésznőt is. Mindig azt tettem, ami a iskolán keresztül a odajáró gyerekeknek és a szülőknek is érdeke volt. Ezt igyekeztünk megvalósítani, és igyekeztem ugye a életem során is bármilyen beosztályban voltam így követni, hogy lehetőleg ott csináljam azt, ami nem csak az iskolának, hanem az odajáró gyerekeknek és szülőknek is jó. Az ünnepség a Szent István téren folytatódott, Tolna város egy jeles napon adományozta zászlaját a Rádai József Huszár Egyesületnek. A ceremónia részeként a Magyar Köztársaság nevében Potápi Árpád országgyűlési képviselő ütött szöget a zászlórútba, ezzel is erősítve a köteléket. Az emlékezés részeként a városi kiállító teremben április elejéig látható a Hadak útján Huszár és egyéb hadiemlékek Tolnából című tárlat, mely az egykori huszárok és honvédek előtt tiszteleg. Március 15-én nemzeti színbe öltözött Bátaszék is. A városi sportcsarnok megtelt diákokkal, felnőttekkel, hogy együtt emlékezzenek a 48-as forradalom és szabadságharc eseményeire. Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer. Kinek drágább volt élete, mint a haza becsülete. A magyarok is cserére esküszünk, hogy napot tovább nem leszünk. Petőfi és Kossuth álmai napjainkra megvalósultak. Egyenragú félként békében élünk az európai nemzetek nagy családjában. Péter ünnepi beszédében rávilágított a veszélyekre is, azokra, melyek a 21. században a magyarságra leselkednek. Most nem külső ellenség fenyeget megsemmisítő csapással, hanem a nemes patriotizmusnak, a nemzeti érzésnek szívünkből való elsorvadásától kell tartanunk. Tennivalónk akad tehát szép számmal, nem a harcmezőkön, de a lelkekben és a fejekben. Nem szabad hallgatnunk azokra az álságos szólamokra, hogy ne törődjünk múltunkkal, csak nézzünk előre, és bizakodjunk a déli bábos globális jövőben. Nem kell itt magyarkodni, hisz most már Európa, sőt világpolgárok lehetünk. Nos, éppen ezért, éppen most fontos emlékeznünk. Emlékeznünk a történelmünkre, és arra, kik is vagyunk valójában. Március 15-e az egyik legszebb alkalom, hogy megélhessük magyarságunkat. Tudunk méltóan ünnepelni, tudunk összefogni, tudunk előre nézni. Egy szóval bizalommal nézek a jövő elé, mert igenis, hogyha akarunk, tudunk békességben, tisztességben egymás mellett élni, és ez feltétlen azt fogja jelenteni, hogy egy jobb Magyarországot szeretnénk, és meg vagyok győződve, hogy egy jobb Magyarországba fogunk élni. A legfiatalabb nemzeti ünnepünkre az emlékezés a 48-as emlékmű megkoszorúzásával zárult.
Megyénkben 1848-ban elsőként Bonyhádon tört ki a forradalom. Perzselmór részese volt Pest március 15-éjének, és részese volt a bonyhádi forradalomnak is, kis forradalomnak is, hiszen az ő levele és a 12 pont felolvasására került sor a bonyhádi piactéren. A művelődési központban Szőcs Zoltán ünnepi beszéde után átadták az életmű elismeréseként járó Perzsel-díjat, valamint az ifjú tehetségeknek a Völgységi Talentum-díjat, hiszen a tehetség olyan kincs, ami a nemzet nagyságát mutatja. Nekünk pedagógusoknak, akik Isten kegyelméből gyerekek közt töltjük az életünket, ez a március 15-e mindig azon gondolatokat hozza elő, hogy vajon abban az időszakban mi volt az, ami összetartotta a fiatalságot. A történelem, a múlt, hazaszeretet, irodalom. Valójában most 2005-ben, amikor kitágul a világ, amikor ezek a gyerekeink a világ bármely részére mehetnek, tanulónak, munkavállalónak, mi lesz az, ami visszahozza őket? Történelem, múlt, hazaszeretet, irodalom, a néphez való ragaszkodás. Én azt gondolom, hogy ez mind megválaszolatlan kérdés. Nagyon bízom benne, hogy megéljük, hogy ezek a gyerekek méltóképpen fognak képviselni bennünket bárhol a világon. A városi megemlékezés végén az ünneplők Perzselmór honvédtábornok sírjánál helyezték el koszorúikat. Perzselmórt bátorság és vakmerőség jellemezte, de mi maradt meg ebből az utókor számára? A lendület, de most már nem a politikai irányba, hanem transzcendens irányba. Ezt kívánom. Ez volna maradandós. Megtelt a művelődési ház faddon március 14-én este, sokan elmentek emlékezni nemzetünk nagyjaira. Kocsner Antal polgármester szerint nem volt ez mindig így, idő kellett ahhoz, hogy a szabadságharc gondolatait az emberek újra magukénak érezzék. A béke, a szabadság, a testvériség az itt a településen is ma is aktuális kérdés, hogy a település fejlődése érdekében ezeknek a gondolatoknak a jegyében kell együtt tevékenykednünk. Ezt az utóbbi időben minden március 15-én megünnepeli a településünk, mégpedig úgy, hogy az ünnepségbe bevonjuk az általános iskola diákjait, hogy már gyerekkorban érezzék ennek a felelősségét, a nemzet iránti felelősséget. Az általános iskola 4. osztályos tanulóinak műsorát, a polgármesteri ünnepi beszédet egy a testvér településről érkezett vendég jelenléte tette teljessé. Gál Mihály Erdélyből, Gyergyó Alfaluból jött Tolna megyébe ünnepelni március 15-ét. Az ünnep közös, Pilinszky, ahogy mondta, minden ünnepre öltöztessük díszbe a lelkünket, mint ünneplő ruhánkat, hogy tiszta legyen az ünnepekre. Szerintem egy nagy család vagyunk, melynek a nyelvén szólunk. E családnak részese a határon túli, Kárpáton túli magyarság, összmagyarság, az anyországban élő magyarokkal. Hát ez az ünnep egy családias, közös ünnep. Szerintem ezt nem kell tovább beszélni. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. A megemlékezés másnapján, 15-én a faddiak ünnepi hangversenyen vehettek részt a református templomban. Nagy Dorogon délelőtt 10 órakor kezdődött az ünnepi megemlékezés az általános iskola udvarán. Bocskorás Bertalan református lelkipásztor több mint 200 fős hallgatóságnak mondott beszédet, szavaival a nemzettudat fontosságára utalt.
ne csak nagy-nagy ünnepek alkalmával tegyük a szívünk fölé a kokardát, hanem az év többi napján is érezzük, hogy a szívünkben van ez a három szín, mert úgy dobog a mi szívünk. És a piros, amely elméletileg az erőt jelképezi, fontos, hogy érezzük magunkban az erőt, a képességet arra, hogy a jövőnket formáljuk. A fehér a hűséget jelenti, tehát azt, hogy van mihez ragaszkodnunk, ezeket kell követnünk, és a zöld pedig a reményt, amely mindegy segíti, hogy lássuk a célt, és hogy végre is tudjuk hajtani Isten segedelmével. A reggel a pillbox asztala mellett talál, és azóta minden lépésünk nyomán emberek százai csatlakoznak hozzánk, hogy beváltsák apáik álmát. Landeren nyomdájához induljunk hát, szabad lépnek, szabad sajtótuk át. Nyomtassuk ki Irini 12 pontját, én a nemzeti dalból is kérek egy példát. A községi megemlékezésből az iskola 5. osztályosai is kivették részüket két színdarabbal. Én voltam a narrátor, és az eseményeket adtam elő, és hát... Te ki voltál, és mit mondtál? Egy 20 gyerek voltam, és egy verset mondtam el. Neked mi volt a feladatod? Én kikiáltó voltam, és mondta a Gabi néni, aki tanította velünk ezt az egész szerepet, hogy szinte nekem volt a legfontosabb szerepem az egészbe, és nagyon ügyesek voltunk, megdicsért minket. Te kit volt, ki voltál? Én Széchenyi Istvánt alakítottam, és akkor mondta is a kikiáltó, hogy én abban a szerepben miket valósítottam meg Magyarországnak, és milyen jó célokat értem el. Az iskolások zászlókkal díszítették a kopjafákat, a megemlékezés koszorúit Szabójé Csabáné igazgató, Bocskorás Bertalan és Dobri István polgármester helyezték el. A község első embere elmondta, írásbeli dokumentumok igazolják, hogy az itt élők is részesei voltak az 1848-49-es szabadságharcnak. 38 honvédet, nemzetőrt adott ez a település 1848-nak, de írott emlék van róla, hogy Fördős lelkipásztor úr, református lelkipásztor is a szószékről buzdította a lakosságot, illetve asszonyok a különböző szükséges gyócsokat, kelméket, sebkötözőket gyűjtötték, állították elő. Tehát a település kivette részét, azt hiszem minden magyar településnek abban az időben ki is kellett, hogy vegye a részét. Az ünnepség végén a Sztárai Mihály református vegyeskar a Gyergyó alfalui vendégek tiszteletére elénekelte a székely himnuszt. Kismányokon nagy számban gyűltek össze ünnepelni a helyiek és a falu Erdélyből érkezett vendégei. A polgármester ünnepi beszédében is hangsúlyozta, március 15-e üzenete napjainkban is érvényes. Hát én úgy gondolom, hogy a leginkább, amit szeretnék ugye ajánlani, az egyetértés, és legfőképpen ugye a szabadság, a békés egymás mellett élés. Én azt gondolom, hogy egy olyan helyen, mint Kismányok, ahol ugye a székelyek, a svábok és a magyarok laknak együtt, különösen nagy jelentősége van. Ezt jelzi a mai ünnepünk is, hiszen ugye az egyik fellépő csoportunk éppen Erdélyből, Magyarfenestről érkezett, és én azt gondolom, hogy ez sem véletlen a részünkről. A népes erdélyi csoport fellépése nagy tetszést aratott, és bizonyította azt is, az országhatárok nem választják el egymástól a magyarokat. Az erdélyi Kalotaszegről érkeztünk, Magyarfenesről, egy 825 lelkes gyülekezetnek a tagjaiként, a vegyes kórusunkkal, vegyes karunkkal, a nagymányokiak meghívására jöttünk, hogy szolgáljunk itt az itteniek között, az itteni testvéreink között, és hogy együtt ünnepeljünk, örüljünk, örvendezzünk. A Várajai Hagyományőrző Egyesület vendégszereplése tette még színesebbé az ünnepi műsort Kismányokon. A szabadságharc egyik nagyon fontos üzenetét soha nem szabad elfelejtenünk, hiszen az élet egyik mozgatója ez. Ember higgy, és bízva bízzál!
Dunaföldváron este 6 órakor gyűlt össze az ünneplő tömeg a Városházánál, ahol a fákják fényénél Simon István református lelkész mondott ünnepi beszédet. Sok víz lefolyt a Dunán, de szükség lesz szabadságharcra ezután is. Elsősorban persze arra, hogy mindenki a maga szabadságharcát megvívja, hogy a maga zsarnokságától megszabaduljon, és zsarnoknak mások számára se bizonyuljon. Az unió akkor lesz jó, és akkor jó igazán, ha testvér népei vagyunk egymásnak, és nem alá és fölé rendeltségben él. A verbunk után a nemzeti dal születését idézték fel a fiatalok, majd elő is adták azt. A Városháza falán elhelyezett Petőfi emléktábla megkoszorúzásával még nem ért véget az ünnepség. A tömeg a művelődési házba vonult, ahol a polgármester városi kitüntetéseket adott át. Minden évben a városi avatásunk évfordulóján adjuk át a városi kitüntetéseket. Ez a Dunaföldvár díszpolgára, illetve a Dunaföldvárért emlékére. Ebben az évben díszpolgárra nem érkezett ajánlás, ezért ezt a címet az idén nem adjuk ki, hanem három társaság, két társaság és egy személy fogja megkapni a Dunaföldvárért emlékérmet. Két kórus és egy magánszemély. A Kantémusz kórus, amelyik egy vegyes kar, az Anna Mácia kórus, amelyik egy női kar, és Ihász Zoltán pékmester, aki az utóbbi időben nagyon sokat dolgozik a város közösségi rendezvényeiért. Tamásiban az egésznapos rendezvény fénypontja az esti fáklyás felvonulás volt. Az egybegyűltek korabeli nótákat énekelve vonultak a művelődési központba, ahol a Vályi Péter szakképzőiskola tanulói ünnepi műsort adtak. Az est meghívott vendége, Frankné dr. Kovács Szilvia, a Tolna megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében elmondta, a szabadságharc nélkül elképzelhetetlen, hogy ma emberként éljünk. A szabadság, én azt gondolom, mindenkinek a lelkében más jelent, de azért egy valamit, hogy tiszteljük azoknak a hősöknek az emlékét, akiknek ma ezt a szabadságot köszönhetjük. Én bízom abban, hogy mindenki érti 1848 üzenetét, és vannak olyan közös dolgaink, amit bizony egymás nélkül nem tudunk megoldani, és a jövőnkre kell tekinteni, és ennek érdekében ezekben a közös dolgokban meg kell egyeznünk, és együtt kell működnünk minnyájunk érdekében. Az ünnepi rendezvény a polgármesteri hivatal falán lévő Petőfi emléktábla koszorúzásával zárult. Én azt hiszem, a legszebb magyar ünnepet jelenti, a tavasz ünnepét, történelmük ünnepét, és talán egy bizonyságtétel ünnepe, amikor az elbizonytalanodó magyarság a visszatekint történelmére erőt meríthet belőle. És én bízom benne, hogy ha előre tekintünk, akkor pedig egyfajta jelzés az összefogásra, hogy össze kell fogni, mint annak idején, és akkor érhetünk el eredményeket, sikereket. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok.